Több fiatal remekelt a felnőtt birkózók belgrádi világkupáján, de amit a kötött fogású Szőke Alexa 97 kg-osok mezőnyében elért, azelőtt tényleg le a kalappal. Az ESMTK 20 éves junior Európa-bajnok versenyzője a dobogó második fokára állhatott fel a szerb fővárosban. Ugye ez volt a második felnőtt világversenyem, ugye februárban indultam a felnőtt Európa-bajnokságon először. Úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepeltem. Három meccset tudtam nyerni. Az első nap, a másodikon az orosrác tudott csak a döntőbe megállítani. Jóval rutinosabb versenyzőről van szó, de úgy gondolom, hogy nagyon jó helyt álltam. Ez egy fantasztikus teljesítmény volt. Én azt gondolom, hogy 20 évesen így a felnőtt mezőnybe ilyen eredményt elérni ebbe a súlycsoportba, mert 97 kiló az egy elég fizikális súly, és ilyen eredményt elérni, ezt nagyon nagy dolognak tartom az ő szempontjából. A fiatal sportoló képességeit ismerve, és különösen a decemberben történtek hatására vetődhet fel a kérdés, vajon szurkolhatunk-e Tokióban is a korosztályos szinten sikert sikerre halmozó Szőke Alexnek? Idén is terve volt, hogy ki szeretnék jutni a tokiói olimpiára. Ugye jövőre tolták 2021-re az olimpiát. Nagy reményekkel indulok neki. Februárban lesz egy felnőtt Európa-bajnokság, márciusban lesz az első kvalifikációs verseny az olimpiára. Itthon ugye még meg kell birkozzak Kis Balázzsal és Szilvás Erikkel. Ha sikerül őket megverjem, akkor remélhetőleg én indulok a kvalifikációs versenyeken, és remélem, hogy hasonlóképpen fogok szerepelni, mint a világkupán, és ki tudok jutni az olimpiára. Persze a korosztályos mezőnyből nem könnyű rögtön belerázódni a felnőttek közé. Ám akárhogyan is alakul, Tokióval vagy Tokió nélkül, Alex mindenképpen sikerekben gazdag pályafutás elé néz. Teljesen máshogy birkoznak a felnőttek, meg a juniorok, meg az ifik. Jobban össze vannak szedve, föl van építve a mérkőzésük, tudják, hogy mikor mit csinálnak, melyik percbe. Ezt próbáltam én is ugyanígy ezt a taktikát fölépíteni, és szerintem sikerült is, és föl tudtam velük venni a lépést. 97 kilóban már nem annyira az ügyesség dominál, hanem a fizikum, meg a kondíció. Azt szokták mondani, hogy érni kell. Tehát minél több versenypercet eltölteni a szőnyegen a nemzetközi élmezőnyhöz tartozó emberekkel, vagy versenyzőkkel. Rutin kell szereznie, meg kell tanulni azt, hogy tudja beosztani 6 percbe az erejét, úgyhogy a végén is még ütőképes tudjon lenni. Ez nagyon nehéz, és ez mind tapasztalat kérdése nálam, mert fizikálisan azt gondolom, hogy ő rendben lesz. Ha a fejbe ez a feladatokhoz fel tud nőni, akkor 2024-ben én azt gondolom, hogy érdemes, hogy ellép majd szőnyegre Tokióba, vagy Párizsba.